Jó, a kamera elindult. Thank you.
konyhába és megnézem, van-e még egy kis finom csokoládé, vagy valamilyen finom édesség. Na hát, ez a rózsa jól itt hagyott bennünket, mert nem baj, Viola, azért mi még ketten játszhatunk. Nem, én sem játszom. Megigazítom a szép ruhám, megigazítom a frizurám, úgy összekócolódott a hajam. Szervusz, megyek, szia, szia testvérkém. Szervusz, Viola. Jól itt hagytak nekem a testvéreim, egyedül pedig nem lehet se táncolni, se játszani. Na de nem baj, megyek és megkeresem édesapámat, megnézem, nincs-e valamire szüksége. Jaj, de megöregettem. Mindenem csak úgy sajog. A lábam is úgy fáj. Gyere már, udvari bolond, segíts rajtam! Szórakoztassam, kegyes, felséges király uramat! De parancsolj! Szórakoztassál, segíts, hogy tudjak egy kicsit sétálni! Hát azon nem újjon! Jaj, úgy fáj a lábom! Jaj, úgy fáj a lábam! Mit mondtál? Én? Semmit sem! Mondtam, felséges király uram. Ó, annyi gondom van. Ó, sok a gondja a felséges király uramnak, halljátok? Nem tudom, hogy három leányom közül melyikre adjam a legszebbik országomat. Rám hagy a felséges király uram. Na, még azt kéne, hogy el tudja vegyél. Ugrálj már itt körülöttem, inkább adj tanácsot, kire hagyjam a legszebbik országomat. Hadd gondolkodjam, hadd törjem ezt a nagyon okos fejemet. Megvan! Megvan, felséges király. Jó, hadd halljam. Ha meg nem sérteném, én adnék önnek egy jó tanácsot. Kérdezze meg a lányait, hogyan szeretik, aztán aki a legszebbet mondja, a legigazibbat, annak adja a felséges király uram a legszebbik országát. Nagyon jó gondolat. Így is teszed, és most eredj, hívd ide a legidősebb leányomat. Hú, felséges, Viola király kisasszony, hol van? Viola király kisasszony. Jövök már. Hívatja a kedves édesapja. Itt vagyok, édesapám. Hívtál? Hívtalak, édes gyermekem. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogyan szeretsz te engem? Én úgy, édesapám, mint a legszebb sejem ruhám. No, te kis huncut, mi ez? No, te kis valami, hiú, mondj még szebbet. Én úgy, édesapám, mint forró nyárban a friss szellő. Ó, be szépen válaszoltál, édes leányom. És most eredj, hívd be a nagyobbik húgodat. Igenis, édesapám, megyek. Rózsa, Rózsa, gyere, édesapám hivat. De nehéz. Itt vagyok, édesapám, mit parancsolt? Azt szeretném megtudni tőled is, drága gyermekem. Mondd meg nékem, hogyan szeretsz te engem? Én úgy szeretem édesapámat, mint a legfinomabb habos tortát. Jaj, te kis kalán, hát mondj még szebbet. Jaj, mit is beszélek? Én úgy, de úgy szeretem édesapámat, mint a galamba tiszta búzát. Ó, mi gyönyörűség atyai fülemnek ezt hallani. Nagyon szépen válaszoltál. Eredj és hívd a fogodat. Igenis, már is megyek. Hajnalka, hajnalka, édesapám hivat. Megyek, magasan tartsátok. Jó, hát itt szakadunk meg. Itt vagyok, felséges király atyám. Hivattál. Hivattalak, drága gyermek. De ide gyertek előre. Hivattalak, édes gyermekem. Tőled
Tőled is azt szeretném megtudni, mint nővéreitől. Mondd meg nekem, hogyan szeretsz te engem? Én felséges királyatámat úgy szeretem, mint az emberek a sót. No, mondjál még szebbet! Felséges királyatám, én ettől szebbet, ettől jobbat nem tudok mondani. Te átalkodott gyermek! Csak ennyit tudsz mondani? Édesapá! Kit akarod, apá? Záramul! Jajjaj! Én az országban is! Ne is látszalak! Ki hallott még ilyen hálátlan gyermeket? Ilyen választ adni, hát ki hallott még ilyet? Gyorsan elbújok ide a fa odvába.
fodrászatban. Lepihenek ezen alá a fa alá egy kicsit. Ki volt az? Ki az? Endere vagy ördög? Ha ender jöjjön elő, ha ördög menjen a pokol felekére. Jaj, csak én vagyok a szomszéd király lánya. Hát hogy kerülsz te ide ebbe a rengeteg erdőbe? Királyatyám elkergetett a palotából. És miért? És itt találtam menedéket. Azért, mert megkérdezte tőlem és testvéreimtől, hogy szeretjük. És én azt mondtam, hogy úgy szeretem, mint az emberek a sót. Hát ezért csak ennyiért? Igen. Hát nagyon szigorú a te atyád. Hadd nézzelek meg egy kicsit. Milyen szép a szeme. Szemre való vagy. Nagyon csinos. Leány vagy te. Hallod-e? Nagyon megtetszettél nekem. Lennél-e az én feleségem, s eljönnél velem a palotába? Igen, királyfi, elmennék veled a palotába, mert látom, hogy jó szíved van. És a feleséged is szívesen lennék. Takaros egy leány vagy. No, hallod, elviszlek magammal a palotába, s meglátod, elrendezem neked, hogy édesanyád szíve visszafordul majd hozzád. Köszönöm szépen. Ma menjünk. Ez nagyon szép volt, hogy megfajultál. Királyi bércsörkedik itt a felé. Tisztára olyan volt, mint tényleg ott lett volna a térbe is. Nem kell már sokáig.
sokáig kedvesen búsulnod. Megírtam. Mi van veled, király? Milyen bonyolult kedvesen király atyának is belőle. No, most már egy kicsit jobb kedved lesz. Köszönöm, kedves férjem. Nagyon nagy örömet szereztél vele. De csak mennyáros. Jól van, király. Főszakács, kérem a főszakácsot. Igen is. Gyere már. Hol vagy ennyi ideig? Igen is, uram, királyom. Itt vagyok, ahogy irattál. Nos, ma este vendégünk. A szomszéd királyt hívtam meg vacsorára, leányaival. Süssetek, főzzetek mindenféle finomságot, mindenféle jó halat. De a vendégeknek külön süssetek, külön főzzetek, friss só nélkül. Ha egy mágszegnyi só is kerül az ételekbe, feltekkel fizettek, megértettek? Igen is, uram, királyom. Ki hallott már ilyet? Só nélkül sütni, főzni. Na de ha ez a parancsa a királynak, ám legyen, só nélkül, jaj, jaj. Hát szerintem most kellene elhozni. Érik, hogy gyere merre ezt azt a szakács jövőnök. Úgy, mint hogyha a fogád. Ugyan kitől hallottad ezt a badarságot?
Én bizony nagyon szeretem a sóval készült ízes ételeket. Hát én kitől mástól, mint a kegyelmed leányától. Kedvesem, gyere csak be! Mi ez? Ki van itt? Bizony nagyon bánom, amit tettem, és most már tudom, hogy te szeretsz a legjobban. Így hát neked adom a legszebbik országomat, kedves öcsém. Hát te hogy nőttél meg ennyire? Éljetek nagyon boldogak, jaj. Örülök, hogy sikerült megbékítenem a kedvesemmel. Köszönjük, édesapám, köszönjük! Most pedig megyek, és szólok a főtakásnak, sűssön, főzzön finom, ízletes ételeket!